Jelenleg ott tartunk a játékban, hogy átmentünk az első DLC, azaz a The Hidden Ones területére. A Vörös tengeren túlra, ahol éppen segítünk a szépen megalakuló Brotherhood-os társainkon, mert egy felkerés ütött ki azon a területen. Game progressionben a DLC adott a százalékunkhoz, tehát a game progression az adott százalékot a DLC, illetve sikerült 4 szintet lépni ez alatt a DLC alatt, iszonyatosan durván adja az XP-t a DLC-s content, úgyhogy hát örülök neki, hogy belevágtam, mert ha a legutóbbi streamekben, amikor az alapjátékkal játszottunk, hiába játszottam 3,5 vagy éppen 4 órát, alig-alig fejlődtünk, szóval ez a DLC már jó jött, mert hát legalább ki tudom rakni a képességpontokat. Úgyhogy a fő sztori szerintem, a DLC-s fő sztori szerintem fele már megvan. És ha ügyesek vagyunk, akkor másik felét is sikerül majd befejezni. Na. Azt hiszem minden érdekeset, fontosat elmondtam, amit csak lehet. Tehát. Mizu Istog. Hogy megy ez a bizonyos fortizás? Pay to win, DLC kell a 100%-hoz. Hát... nem tudom egyébként, mi van akkor, hogyha nem veszed meg a DLC-t, hanem csak az alapjátékod van, akkor nem tudom, meg lehet-e csinálni 100%-ra. Milyen szép és gyorsan betöltődött a játék. Köszi szépen a követéseket közben. Na, tehát a küldetés, amit most akarunk csinálni, így, hogy az alapjáték területén vagyunk, az nem más, mint a napi küldetés. Kezdjünk ezzel, aztán mehet a DLC. A látástól vakulásig. Szép és gyors, és micsoda váltia van. Látok valamit a szemébe, srácok. Látnád a tiédet? A KD-dat, Istag? A Fortnite-os KD-dat? Eltűnt fegyverek. De senki sem találta meg őket, baják, egészen máig, mert te fogod. The circle of life in the desert. Vedd el, amire szükséged van. Ó, ha te tudnád. Na. Jaj, hogy a vádidat, ha látnám. Á, értem is, tudom. De csak akkor, hogyha beolajozod. Minden jobb olajozva, még a hal is. That badge. You are the Magi from Siwa. Iwu. Iwu. Na, hát egyiptomiul, azaz koptul azt mondta Bazsi, hogy ez kopt nyelv. Én meg hiszek neki. Szóval az Iwu azt jelenti, hogy üdvözöllek. Tehát mostantól így fogok nektek köszönni. Iwu, Iwu. Mert az elveszett szállítmány. 43-asak vagyunk, de a fegyverünk 32-es, illetve 29-es, úgyhogy ezeket illene már lecserélni.
Jójój, hát az meghalt. Basszus. Hát elvileg itt még vannak. Reméljük, Hiéna 0978 nem nézi a streamet most, hogy épp ölöm itt a társait. 39. nap. 6 emberem meghalt. 12 maradt, akinek a fele a feladás szélén áll. De az istenek talán meghallgatták az imáimat. Hatalmas vihar tombolt tegnap este, és elborította a munkaterületünket. Azt hittem, ez lesz a vége. Eljött arra ébredtünk, hogy csontokat, fegyvereket és erekjéket találtunk, amik a vihar miatt kerültek elő. Ezek lehetnek a Kambises elveszett seregének maradványai. 50 000 perzsa. Ezt már olvastuk. Akik egy szempillantás alatt eltűntek, miután elindultak, hogy elpusztítsák az orákulumot, Szívába közel 500 évvel ezelőtt. Ez az új felfedezés életet lehet az embereimbe, és felpítította őket. De tagadhatatlan, hogy túl régóta vagyunk itt. A nap egyre több áldozatot követel, és a lázadók és a ptolemiák közti surlódás egyre közelebb kerül ebbe az irányba. Lehet, hogy teljesen el kell hagynunk a helyet. Micsoda tragédia lenne? Mindez újra elveszhet, mire visszaérünk. Oh. Azt akartam megnézni, hogy... átíródott a cím, jól van. Ah, here's what Veda spoke of. Mindig csak fegyverek. Technikus és halálos, ha szorult helyzetbe találod magad, akár ember, akár szörnyel. Szörnyek által e fegyver éles horgával nagyszerűen meglepeted őket. Ja, meg is lepem most magam, jól szétszedem. A jelenleg hebzefa karját használjuk, ami égő. Van itt a napgyilkos is. Kevés életerő a kritikushoz. A lélekkalauz pedig életerő öléskor. Nekünk olyan kéne, ami így gyújtogatós. Ez az égető kard, ez rohadt menő. Ezt a lélekkalauzt, meg ezt a napgyilkost, ha minden igaz, akkor... ilyen déli küldetésért kaptam. Trancsírozó. Az Uab tömb. Unalom átok. Éles vágás. Hát igen, ezeket már illet volna szétszedni korábban is. Na, mondjuk Szehmetnek a láncsáját lehet használni kéne. Életerő öléskor. De ez a jogar brutál jó. Úgyhogy azért. Na mindegy, berakjuk egyelőre a láncsát. Ez legalább jobban damol. Szavannai macska, fénypajzs. Hebzefa kardja a három ajánlott fegyver között van. Komolyan? Az durva, Ion Storm. Az durva. Hát akkor nincs mese. Majd feljebb kell húzni.
Mérgezés blokkoláskor, vérzés blokkoláskor, wow. Valan gite pajzs, tehát több életerünk lesz vele. És adrenalin hálításkor, sérülés elnyelési esély. Most ez marad. Ide ragadozó íjön. Hát ezt is nagyon sajnálom, hogy a füstés trükk az 25-ös szintű. Hát sajnálom, nem baj. Tehát észrevétlen sebzés 2, adrenalin és kar 2. Tehát ez mindenféleképpen upgrade. Aztán itt van egy könnyű íjunk. Ebből van jobb minőségű. De lehetne használni vadászíjakat is. Például a fájdalommentes halál. Alvás találatkor. Wow. Miért van többféle íj? Mibe különböznek? Más technikák vannak vele. Valamint a ragadozó íjjal azzal lehet így tehát hogy igen, más technikák vannak vele. Meg a vadász íj az a vadászatra való, a többi pedig az emberek ölésére. Itt van például, hogy a könnyű íj. A könnyű íjjal lehet olyat csinálni, hogy több veszőt lövünk ki újra töltés nélkül. Illetve ezzel van ez a nyíleső, amikor így slow motionbe ugrunk le és lövünk sokat egymás után. Aztán a vadász íjjal azt is lehet csinálni, hogy háttörjük a pajzsot. Ez meg damol a pajzsonát. Ez a vadász íj. Hát akkor ezek szerint a vadász íj az nem csak az állatokra van, hanem a shield megtörésébe is. A harc íjjal lehet olyat csinálni, hogy fel lehet húzni, és akkor egyszerre többet lősz egy helyre. Illetve vérzést lehet okozni. Hát a cím az valóban nincs átírva, hogy brum brum. De most ez brum brum. Most ez egy brum brum AC stream. Slotop. Szóval ilyeneket lehet... ebbe térnek el az íjak. De én a ragadozót szeretem nagyon. Mert azzal van ez a slow motion. Hol is van? Itt. Itt látni fogod mindjárt. Tehát, mint a... Kilövöm, és akkor így irányítom, hogy merre menjen a nyíl. Rohadt menő. Aztán, hogyha megölöm, akkor automatikusan mérgeződik, tehát, hogy elkezd bomlani a hús, és akkor aki oda megy, az annak fáj. Kell-e maci skin? Nincs maci? Oroszlán van. Igen, oroszlánok azok vannak. Medve nincs. Még. Valószínűleg már nem is lesz. Na menjünk a DLC-s területre. Sína. És azt hiszem, hogy Arizonába akarunk menni. Ja, menjünk oda. Na. Tehát küldetésünk. Nem az. Az se az. Hát akkor lenyugvó nap. Hát jó, legyen. Legyen a lenyugvó nap, srácok. A rejtettek megtudták, hogy az egyiptomi könyves Tamozé, Rufio és Ruma parancsára kifosztja Amen messze piramisát és Horus templomát, hogy finanszírozza Egyiptom és Róma háborúit, miközben centralizálja a gazdagokat Alexandriába és Rómába. Bayek és Gamilat bármiáron meg akarja állítani ezt a kulturális vérengzést.
És pont ide kellett jönni egyébként. Szigyriét! Hát elvileg csak oda megyünk, és akkor jó lesz, nem? Találd meg és beszélj a kapcsolatoddal. I should meet with Gamelot near the pyramid. I cannot believe this pyramid is being taken away. De menő. De menő, srácok. Ezt így... Ez Matty, ez ott terület? Gamelot, there you are. Itt van Gamelot. Bayek, our hero. Bayek, a hősünk. Just in time. We are planning our raid on Tamos, Rufio's mason. Rufio szobra. He's the one leading this village. Yes. The temple will be gone soon. The pyramid. Templom nem sokára eltűnik, és a piramis is. Nem azért nem történik. Nem törődik Egyiptommal. Amúgy Tamosnak mondják. He has employed Nabateans to carry out his sad work for Rufio. Nabateusokat fogadott fel. Hát ennek két kígyója van. Cica. Kutya. Az embereknek elmék művek és szent helyek kellenek. Ha eltűnnek, a lelkük összetörik. Mehet. Hatolj be, ám nem esze piramisába. We must take him now. If we kill him, we will be seen as legends. Megöljük legendásak leszünk. I will fight beside you with all my heart. Shh, quiet. Stay focused. Stay focused. Romans are all around the pyramid. Bastards. Hatte Angst, Betty. Az egyiptomiak szeretnek közelről beszélgetni egymással. Tehát ez egykoron egy piramis volt. Gyere! Azt nézem majd, hogy hol kellene behatolni. Áj, áj. Nézd meg és elmegy. Ifonokság volt az ebéd? Ilyen mézes csirke volt. Sült csirke. És azt tettem pirítósan. Ott a főnök. Meghalt, elégett, édes Istenem! Elégett a főnök úr! Az szép. Köszi, köszi. És amúgy ettem volna még hozzá dinnyét, de hát már így is ez rengeteg idő. Ezen már rengeteg idő elment, úgyhogy dinnyét már nem ettem hozzá. Köszi szépen esetben. Pedig úgy voltam vele, hogy ha már ilyen, ha már megmelegítem a sült csirkét, akkor azzal nem megy el annyi idő, de hát mégis. Ha túl nyugtató a hangod, beszúnyadtam. Ó, igen, Isten.
Nálatok káposztást észre van? Jó féle. Többiek, nálatok mi volt az ebén? Már ha tartjátok az ebédet. Abszolút jó a káposztást észre. Mindjárt megyünk le, srácok. Az egyik kedvencem is, tag a szendvics. Secret passage... Újjúj. Azt hittem, az oszloppal találkozni fogunk. Hideg mejleves és túrógombolc. Egy jó kis túrógombolc, de ennék most. Amazing, isn't it, Bayek? There must be a pharaoh buried down here. A hidden... Igen, srácok, csak itt van loot, és... hát ugye ez nekünk nagyon kell. Végtelen pénz. Amúgy jó olvasni, hogy más mit kajál, mert... Jó ötlet legalább a... legközelebbi alkalomra. 200 pénz. Jó világ van. Szevasz, Pimi. Itt fölül át lehet menni? Nem. Szívás. Jó. Őseink titkos kamrája. Magnificent, isn't it? Check for treasure, more of it, to fund our cause. We should leave and get Thamos. That is our priority. Thamos. Jól van, ne, akkor nem lesz Thamosé, hanem Thamos. Igen. És akkor ott fönt van még lót. What is this? What were they constructing down here? Mit építenek ide lent? We need to find a way through. And what of this pyramid? A failed venture of Taharqa's in honor of the pharaoh Amenisi. Legend has it a sacred rock fell. Szent kő esett le az égbe. Taharqa annak a kőnek kereste a darabját. Csak azt pletykálják, hogy itt tartják azokat. Agam calls them the shards of stars. A blade made of these shards would make its bearer very powerful. I would love to see you wield such a weapon, Bayek. Lemaradtam, hogy miről van szó. Ja, nem lehet szilánkokat adni a rómaiaknak, értem. Mondjuk, ez nem ok nélkül van itt. Szia, Skyhunter! Majd látom, még kell rá súly. Még több súly. Gyorsan! Val- Szabad-e Steam kulcsot ajándékozni? Persze, köszi szépen egyébként.
Köszi szépen a felajánlást. Sebát. Szabadni szabad. Olyat érdemes csinálni egyébként, hogy ne botok vigyék el megköszönés nélkül a kulcsaintokat, hogy egyet kicseréltek, vagy egy csillagot írtak a helyére, és akkor leírjátok utána, hogy a csillag az, annak mi a megoldása. Köszi szépen egyébként a sebet. Simán lehet egyébként, hogy ott van még egy súly. Simán lehet, hogy amúgy nem is erre kell jönni. I cannot climb like you, Bayek. Help me get to such great heights. Segíteni kell őt ma feljutni ide. Oké. Na hát... Akkor a súlyok, azok ide kellenek. Aztán meg majd ledobáljuk. És akkor föl tud ő is jönni. Hoppá. Az nem jó, nem éppen jó pozi, amit így meg kéne markolni. Hát tehát mire markolt le Bayek? A fákjára. Jajjaj. Gyorsan, ugri! Most már mindegy. Nagyon szereti már narkolászni a fákjákat. Na nézzük. Tehát, leveszünk egy súlyt, nézzük akkor mi lesz. Fölvisszük, mert lehet, hogy még szükség lesz rám. Oké, tehát akkor még egy súly. Még egy súly kell. Először fel kell menni a csávónak, aztán lehet súlyozni újra ezt. És ahogy látom, még egyre szükség van. Na nézzük csak. Hát majdnem jó helyre ugrottunk. Kérdés, hogy márványra szükség lesz-e ott. Nem nagyon akar lejjebb menni. Már eléri szerintetek? Nem. Hát de oda, na jó, akkor nem vesszük le a súlyt. Nem rálépünk. Stay on this platform while I find a way to move it. Na, de most akkor nem jön ide? Most így... Na hát azért. I'm ready! In place! By the gods, it's working. I'm rising like the sun. Fel tud így menni? Almost there. I have reached the exit, Bayek. Oh, thank you, great hidden. Zsír. Úgy szeretnéd a sebet, hogy én sorsoljam ki trófeáért, vagy úgy szeretnéd, hogy beírod a csetre? A legtöbben csetre szokták beírni. De ha szeretnéd kisorsolhatom ám trófeáért is. Az is egy járható út. Jajjaj! My father died from a snake bite. Come on, my Zenny. These snakes remind me of that. I have fought up there before. Ajaj. Na. No.
Melyiket én gondolom? Szerintem egyszerű, hogyha beírod ide a kulcsot a chatre, és mondom valamelyik karaktert, azt kicsillagozod, és akkor utána megbeírod, hogy a csillag az melyik. Akár vicces módon, hogy mit tudom én, 2x2, akár csak úgy simán, hogy leírod, hogy az amúgy melyik. Tényleg azért, hogy ne botok vigyék el. És köszi szépen a felajánlást még egyszer. Rufio is Mark Antony's general, and so they all defer to that savage couple of. Ezek a kígyók hihetetlen. She is the rightful ruler by blood. The dynasty is ours too. Many Nabateans believe in her. Sok Nabateus hisz Kleopátrában. See her so-called divinity, but you have, isn't that right? Yes. She does seduce the hearts of the people, but her dynasty is one of dust and betrayal. A dinasztiája por és árulás Kleopátrának. Nek. Greatness is. Stay on the platform. I will make it rise. Ezek szerint nem tolni kell, hanem húzni. Aha. Arra kéne rájönni, hogy ha az a platform húzódik, akkor a súlyok azok ide kellenek. Én elég leszek rá, mint súly. Úgy néz ki, hogy nem. Hát csak azért is nem, mert ezt így ki lehet húzni. Húzd! Húzd! Jó lesz! Mit fel fogok tudni menni? Fel. És a csávó is fel tudott jönni. Nézd meg, rongál. Megtalálta a csillagszilánkokat. A scroll, Nick! Not the secret objects I was hoping for. Let's get out of here. Egy tekercset talált, nem is a csillagszilánkokat. Hey, what? Azt mondja. Ajaj. Hey, what? Our troubles are not over. One more battle before we are free again. Azokon nem hal egyből. Az viszont igen. Basszus. Alarm. Értem. Na mindegy. Hey! Ez jó volt. Ez a szúrjad! Bökjed! Csapjad! Az komoly! Ja, nem jött be a Warhack. Egy pajzs? Ott van fönt valami. Mi a smata? Ó, köszi. Srácok, aki begyűjtötte a kulcsot, az szóljon, és akkor tudjuk, hogy sikerült.
Tökéletes rejtekhely. Ne hi a múltba idiótának és fecsegő bolondnak neveztelek téged. De az ötletet, hogy új helyre rejtsük kincseinket. Egyszerűen ragyogó. Itt senki nem fogja keresni. Olyan közel van, de mégis nagyon rejtett. A legtöbb fosztogató nem is tud úszni. Nem hogy búvárkodni. Igen, kivételes géniusz egy ötleted volt. Biztos nagyon géniusz. Tehát ez a rész egy piramisból nyílik. Wow! Milyen kis öbölhöz nyílt. Mindjárt megyek vissza, srácok. Szevasz, Connor, hello, Connor, hello. Jó, hát akkor beszéljünk vele. Pasd meg a tekercset, számomra jelentéktelen. I will get the rebels at my outpost to lead the attack on Tamus. Too many innocents may die. I will do this alone. As you wish. Rain upon him like Csap le rám, mint az ég lelke. A mysterious poem. Later I will explore the Temple of Thoth. Színánkok egy csillagból. Küldetés. Tot tekercsem. Ezt majd elolvassuk, hogyha ott tartunk. Öld meg Tamost. Kötéltánc expert plusz egy, ha megállsz a kötélen térképet nézni. Hát Bayek az jobban van a gravitációval. Henheriet. Vilikus Castra. Köszi szépen, Elsebát. Egy kapitány, egy parancsnok és kettő kincs. Egy kincset látok. Rácok Steam-es kulcsokra tehettek szert most. Esebátnak köszönhetően. Ha gondolkodtak ilyeneken. Őt meg lehet valami egyből? Látszólag nem. Az mi volt? Magától lehúzta. WTF. Ja, túl messze voltam neki, pont határom voltam, ja. Muszáj találni Connor, mert elviszik a botok. Quiva mita!
Nem mozogj ennyit, nem mozogj ennyit. Most a jó, most. Hagyd abba, hagyd abba, hagyd abba. Nagyon jó. Ez az, mérgeződjetek, nagyon jó. Natorum fatoe, natorum. Csönd, csönd. Jajjaj. Nem láttál semmit. Tehát itt van a kincs. Jó. Danmaku Unlimited. Köszi szépen, ismét csak. Srácok, valakinek sikerül begyűjteni ezeket a gémeket? Nem használok bombákat? Nekem nincsenek olyanok még. Ion Storm. Talente Ivi! Cica! State! Hola! Hola! Bizony! Az gond. Ajjaj! Most jól lehet. Főnök úr, ő mennyit kaphat szerintetek? Meghal. És senki nem veszi észre. Ez a legjobb. De hát éppen köcsög mellett volt. Frater! Na. Persze! Köszi szépen a sebben, még egyszer. Mindenki nevében. Gyorsan, 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 gyorsan! Ajjaj, de nuk vagy! Ha, Messu!
Blessings upon you, friend. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Melyik az az AC, ami Amerikában játszódik és Indián vagy? Nem tudom. Ilyen nekem nem rémlik. Nem, mint hogyha sok AC-t játszottam volna végig. Három az. Gyere vissza! Gyere vissza! Hova? Szökünk? Hova szökünk? Na elvileg ezen a helyen mindent megcsináltunk, így van. Most már csak a küldetés van. Sarah Connor? Kész. Az AC kérdőjel az mit jelent? Rufio, a csillagszilánkok elkerültek minket. A rendőrök, te pedig múló. Ezek az átvezetők, wow. Jaj, hogy mit jelent az AC? Hát ez az Assassin's Creed. Nincs olyan vastaglánc. Gyorsan, gyorsan, gyorsan! Hopp, 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 észre se vettek. Tudják? Tudják olyan? Counterelte a tollat, ja. Azt nem tudom, hogy a Souls-like szeptember hónapot meg kéne tartani, és hogyha meg kéne tartani, akkor milyen játékot kéne nyomni. Ezt még nem tudom. Thamos mester! Hosszasan és szorgalmasan kerestük, de nem találtuk meg a táskát, amit a közeli munkásudvarba vesztettél el. Holnap megduplázzuk az erőfeszítéseinket, alázatos szolgád, Sifi. Szóval nincs olyan vastag lánc. A Fallen Order az már megvolt. Az már megvolt. A Surge-nek a második része tetszik. Az a helyzet. Az, ami így jobban tetszik. Az első annyira nem, de hát ha már elkezdjük, akkor az elsővel kéne. Na, ide repülünk. Ezt miért nem lehet cycle-özni a végre? A térképjelöléseket. Mortal Shell! A Mortal Shell az amúgy... A Mortal Shell egy nagyon-nagyon-nagyon könnyű Souls game. És azt tartottam a legkönnyebb Souls játéknak egészen meddig is. Igen, a jutalom helyett nyeremény lett, igen. Ez nem is tűnt fel. Ha nem Souls Castanoid, észre se veszem.
Szóval a Mortal-t eltartottam a legkönnyebb Souls game-nek, aztán jött valami, meg nem mondom, hogy mi, aztán azt mondtam a legkönnyebbnek, de nem tudom, mi lehetett az a valami, ami a Mortal-t után jelent meg. A Mortal-t azért könnyű, mert benyomod a megkeményedést, azt nem tudtam megütni. Hogyha ha a Mortal-ben nem lenne megkeményedés, akkor egy tök jó, egy kihívásokkal teli Souls game lenne. Én most olyan Souls game-re gondolok, ami nem 2D-s, hanem ilyen, mint a DS. That leaves Rufio. Mm-hmm. He'll be drawn to the Sinai by news of these deaths. Gamilat is now hero of the night. Amúgy lehet, hogy az Elden Ring. Speak of no one else. You seem troubled. Lehet az Elden Ring. The cause of the rebels is just. But I've seen how often simple villagers get caught in battles. Many losing their lives. De amúgy nem az Elden Ring, nem könnyebb egy mortálsárnál. To him they are martyrs. Their deaths inspire their families szemben. To join the rebels. Kasha! Fire! Az a helyzet, hogy ránk találtak. Rátaláltak az Inscreed rejtekre. Igen, a Souls-like szeptemberben mindenkinek beszólnék. Most jön majd a Timézia, amit már sokadjára halasztanak. Ha minden igaz, augusztus közepén jön a Timézia. Ami szintén Souls game. Nem tudom, milyen hosszú lesz. Demon's Souls? A Demon's Souls az király lenne. Az király lenne egyébként. Azt úgy végignyomni. Szvére karcolom. A keselyüknek meg lesz az ebédjük mára. I'll kill you all. Banyek! Az igen, tehát itt keresztre van feszítve, és milyen erő van még benne, durva. Darksiders? Az nekem nem szól az annyira amúgy. Show some decency. A három stílusa kezd szózos lenni, mely stílusa kezd szózos lenni, de nem az, nem az. And you attracted too much attention. Even in Rome we had of the Sinai Bureau. Ugye, Aya. Megjött Aya. Now we need to find Tahira and Kashta. Milyen fejdísza van, azt nézzétek. I will head straight in. I will check the perimeter. There are centurions everywhere. Rohadt jó felszerelése lett. Meet me at the far side of Fort Klostra. We will reunite once we have our hidden ones. Szóval Rufio három hadnagya már kikerült a képből, már rejtettek, most a félsziget teljes felszabadítását tervezik. Hogy van magyar feliratod? Felkiált el magyarítás. Találd meg és menj meg Tahirát és Kastát. Menj meg Kastát és vidd a találkozik. Tehát kettő embert is meg kell menteni jelenleg. De többiek kereszten vannak, de hát az kit érdekel? Az kit érdekel? Ez már a hídben van DLC? Bizony. Bizony, ez már a hídben van. Ej! Egy utolsó tábor. Jó, menjünk.
De jó lenne itt fölmenni, ugye? Nunc servat onus descendus, incumbite! Várjál, várjál! Húha! Na de, srácok! Ti nem tudhatjátok, hogy én mit csináltam. Persze a végén, hát miért fordulsz már komolyan? Jó. Zsibjebek, gyere! Zsibjebek van itt, nagyon. Vasat szállít. Egy. Kettő kell. Jó. Fuk. És elvileg itt vannak fönt... Van még fönt lőszer, így van. Nagyon jó. Csak fejbe kéne lőni azt a... nem lőjük fejbe a főnököt. Itt is csak lábon tudjuk. Ez a Szolzánk szeptember amúgy saját ötlet, tehát már nem hallottam róla, vagy legalábbis ilyen néven. Nem tudom, így nekem tetszett ez, hogy így Szolzánk szeptember, ez ugye. És... mindig kell egy apropó, hogy Szolzgémeket nyomjunk. Mondjuk sose kell apropó, de hogy... Érted? Legalább van apropója, és ezt anno a DS1-jel kezdtem. És azt hiszem a DS2-vel folytattam, és a DS3, hát azt már nyomni kellett, mert... Be akartam fejezni az Elden Ringig, ugye? Nem tudom, hogy mások csinálnak ilyet. Csak így... Basszus. Nem tudja. Az a gond, hogy ő most már tudja. És ő méghozzá főnök. Nem mindig tartottam ilyen Szolzánk szeptembert az ehhez-e. De a DS1-jel kezdtem, az rémlik. Az AC azért megy, mert Assassin Augustus. Igen. Várjál. Azt mondta, hogy Magic? Ez magic? Anno a Nameless King-es kudarc az nagyon visszavetett a lelkesedésbe. A Souls game-eket illetően. Úgyhogy azért is találtam ezt ki. A Bloodborne kaphatna egy
egy PS5-ös ráncfelravalást. Az van. Azt olyan szívesen újra játszanám. Vagy a PC verziót. Bár ilyenekben reménykedni felesleges. Kb. Olyan ilyenben reménykedni, mint hogyha azt várnám, hogy jöjjön a Bloodborne 2. Na, igen. Igen. Néhány fogoly kezd nagyon harcias lenni, vidd őket az oroszlán gödörben. Ott majd tanulnak egy kis illedelmet. Oké, most már csak a kapitány van. Azt hogy? És ő hogy? Hát nekem mindegy, én szétcsapkodom. Az komoly. Szép napon az lesz, hogy bejelentik a Bloodborne-t PC-re, de csak egy free-to-play mobil játék lesz. Jön majd a Bloodborne MMO. Úgy hívják Bloodborne Immortals. Állítólag a Sony nyomja most, megnyomja majd a mobil piacot. Én hallottam olyat, srácok. Azt hogy? Megy újra. Szerintetek nem? Szerintetek a Sony nem próbálkozik meg betörni a mobil piacra? Hát most ugye csinálták ezt a kézi kontroller akármit, de hát az annyira nem mobil piacra betörés, ugye? Gazdag Márk, köszi. Köszi a támogatásodat. Az megvan egyébként, hogy itt az egyik fogoly, és én észre se vettem. Szevasz! Ja, nagyon stealth-be nyomjuk. Oké. Okay. Stop speaking of your death. The hidden ones need you. My body is on fire. The blood of Rome is the only thing that eases this pain. Kashta is still captured. We need to free him. He may be as hurt as I am. You are right. We leave no one behind. Oh, Lord of the Duat. Please, hát, pass me through. Nem tudom, ez olyan dolog, hogy... Stay with me, Tahira. Ugye? Fight it. Do not give up. No. Kashta is still in the fort. You have to get him. I'll be fine here.
Tehát, hogy ugye... nézhetjük úgy, hogy... ugye az immortál egy fegyver. Egy jó story game pedig egy pajzs. Lehet csinálni... pajzsot, de lehet csinálni fegyvert is, és hát értitek, most... lehet, hogy több a pénz a fegyverbe. Csak hogy morálisan akarunk-e ebbe az irányba menni. Lehet, hogy szar volt a hasonlat. És hát ja, mindenki pénzből él nyilván. Hol van? Ja, itt van lent. Bayek, thank God you are here. This fort was designed by Osiris. Igen, nem kell vinni? Jó. Szervusz, Jesus. Itt mit srácok? Took our way. Follow me. Be ready to fight. Na basszus. Szúrd meg! Jó, hát most így... hát, hogy konkrétan... kilovagolt a területről. Gyere már! Ezek borzalmasak, srácok. Még mindig. Nem bugolt be, hanem egyszerűen jönnek a patrolok, és a patrolok nyomják lóról, és inszének ezek a patrolos emberek. Na, tehát mindkettőjüket megmentettük. Romans could come at any time. Follow me to my camp. Itt a irányt Amunet táborába, Amunet elvezet a táborába. Na jó. Szevasz, Pilu. Szevasztok, srácok. Üdv mindenkinek. We need to get out of here. Romans could come at any time. Follow me to my camp. Mondtad már. I must go back for Tahira. Sickens me to see Tahira like this. At my camp we can help her. Nek, why gods? Do not take my great sister. Elkezdted te is az Origins, komolyan? Na, jó szórakozást. Egy élmény lesz. Az biztos. Legalábbis nekem az. Az igen. Oh! Tehát ez egy egyszerű enemy volt. Ez egy egyszerű patrol volt. Most akkor ők jönnek? Vagy most nekem oda kell mennem? Na hát valószínűleg senki nem gondolt arra a fejlesztők közül, hogy lesz egy dub, aki meghal ez alatt a küldetés alatt. Hmm.
Na. We need to get out of here. Romans could come at any time. Follow me to my camp. De amúgy őt nem. It sickens me to see Tahira like this. At my camp we can help her. Nek, why gods? Do not take my great sister. Tehát az a durva, hogy én feltettem őt a lovára előzőleg. Szóval ez egy kicsit furán folytatódott. All, are you sure of this? We can no longer trust anyone. Bocsánat, csak Kalácska itt rosszalkodik, csapkodja a könyökömet, meg ezt nem tűröm, úgyhogy rászóltam. A wisdom is faltering. The same. Jó, egy mínusz. Szevasz, kedves lovas ember! Wow! Én is azt mondom, wow! Wow! Frissek és ropogósak láttunk, srácok. Most mi van? Nem tudom, valami agybaj van. Beütött az agybaj, srácok, Bajeknél. Tehát a saját üzem megölt. Az történt az előbb. We need to get out of here. Romans could come at any time. Follow me to my camp. It sickens me to see Tahira like this. At my camp we can help her. Nek, why gods? Do not take my great sister. We must have a traitor among the hidden ones. Who could have let this happen? All swear an oath. We have been played for workers. All, are you sure of this? We can no longer trust anyone. Hát arról beszélnek egyébként, azért kezdtem újra. Mert hogy valaki a rejtettek közül megszivatta őket, és a tippe nem kéne az a G betűs arc, az a Galibardi vagy kicsoda. A wisdom is faltering. The same happened with Brutus and Cassius. The more known we are, the less safe the brotherhood is. Well, let us pray the gods will keep Tahira for us. She is invaluable to maintaining Nabatea. Nem baj, maradunk a tüzes kartnál, még akkor is, hogyha az felgyújtat minket. Jó. Hát a lovasokat nem fogom tudni megválni. Értitek, hogy közben tehát ordítozik, de nem fáj neki. Szórakozz már mással. Tehát, hogy nekem három tik volt az égés. Bajek, mi volt ez?
What were we talking about? Okay. Elvileg itt van valami loot. Ez. Gyémánt kristály. 600 XP. Csak meg lehet, remélem, hogy ment itt a játék. We're almost there. Már majdnem ott vagyunk. Be merciful. I let you down, Bayek. Cserbe hagytalak, Bayek. No. Nem, senkit nem hagytál cserbe, olyan hűséges vagy, mint egy hegy. Olyat építünk, amiben hiszek. Építettünk, amiben hiszek. Ne esküdtél fel először, sok embert mentettél meg, és rejtett vagy. Ne hagyd, hogy hitünk eltűnjön. Elaludt örökre. Evezzen a tested az örök búzamezőkön, vagy mi? Mit szoktak mondani? Nádmezőkön. Kasta mindenkit megöl. Minden rómait. Ilyen keményben van. You will take Tahira to the mountains. Somewhere she can be given a proper burial. We will carry on. Öljük meg Rufiót. Let us kill Rufio. Hát azt amúgy a közös fatiról mikor lesz szó, mert mondtad, hogy lehet róla szó. Lehet róla szó. Még nem tudom, Isten. Még nem tudom. Valami hétvégét kéne belőni, hogy ráérjetek sokan. Sic Semper Tyrannis. Mindig így járnak a zsarnokok. Rufio hajóval érkezett meg Arizona közelében, miután Tahirát eltemették. Bayek és Amunet azt tervezi, hogy lecsapnak Rufióra és véget vetnek a római elnyomásnak Sínain. 100 000 legyen egy rám, mert pont annyi van. Oké, oké. Tehát akkor 200? Jó. Beszélj Amunettel. Ja, jó. Tahira's death sends a clear message. We must eliminate. Mi kell iktatnunk Rufiót. A testvérség kihalás szélére került itt Sínaiba. Valószínűleg a Gáján lesz a Rufio. Mester az önvédelemnek és a nép megfélemlítésének. Where my lieutenants have failed, I will not. Ő nem val kudarcot, ahogy a hadnagyai. But they will bow to me. Mindenki előtte fog majd meghajolni. Matt. Nyomod Amunet. Carries the same order. Yes, to the Sinai, which is why we must be the welcoming party. Of fire and blood. We did not fire and blood. It chose us. Micsoda, 80-as, hogy Jézusom Isten. Így beszippantott a forti. Szevasz, Jessica. Egy kicsit.
Na, hát legalább betömted a Lost Ark után maradt lyukat. Ja, a heti küldik, nagyon jó. Tök jó, hogy vannak ilyenek. This is a bloody massacre. Defend the Nabateans. This is madness. Why are they killing civilians? Something is not right. Ödd meg az összes rómait. Kapják. Fel kellett el magyar ritás, srácok. Persze, persze, hát persze. Nyomod. Te kedves vagy. Meg lehetett volna ölni, erre kiütötte. A range-emből. Na majd őt! Ő meg ehhez szalad! Mi ez? Ó, azt hittem meghalunk az égésbe. Ő az. Mária néni! Fú, hát... Érted, és így... Jó, hát én is... Meghalunk az égetésben. Na! El se hiszem! Itt mindenkinek, srácok. Ha-hó, ha-hó. Jó, őt is. Dob le. Nagyon jó. Mária néni. Nagyon jó. I will head to Rufio's nest. Találd meg és öld meg Rufiót. Ez viccesen nézett ki. Jó? És akkor elvileg ott a küldi, ott a gája. Értem. Észre se vesznek minket. Ez nagy előny. Köszi szépen a követéseket, srácok közben. Köszi. Ez nagyon nem jó. És ennél a közös fortinásában? Hoppáska.
Ez a kép vibrálás nagyon furi. De fura, srácok, ez a vibrálás. Közös forti, hoppá, Renin. Mindjárt kiderül, hogy mindenki is fortizik. Ott van valaki. Lebuktunk. Gyere! Jó? Az nagy, nagy baj. Na mi van, Rufio? Szarissa! Meg is kaptuk. Meg is kaptuk, srácok. Szarissa kapta. DLC, endboss, ezek szerint. Miért pusztítottad el a terveimet? Hidden ones will never allow the order of ancients room to breathe. So it is true. Szóval igaz, a rejtettek léteznek. Léteznek és növekedünk. Ugyanazt akarjátok, mint mi, békét és rendet, mégis a mi eszménk túl fogja élni. And yet our ideas will survive. You can kill me, but you cannot kill us. Caesar erős rendet épített fel, még mielőtt hátba szúrta a gyáva feleséged. Our power burns in the shadows. And we create those shadows. Wow! Anubis awaits. Hát ezek szerint Caesarék alkották meg az ősök rendjét. Wow! Hát ezt nem gondoltam volna, skaco. Levél Gibadettől. Üdvözlet, Rufio generális, összeállíthatunk egy figyelemreméltó erőt.
az utasításai alapján. Biztosítékként írok önnek Marcus Antonius és Kleopátra ügyében. A kapcsolatuk nagy beszédtémait Egyiptomban, ahogy Rómában is, ha jól gondolom. Antonius valóban tudná vezetni Kleopátra politikáját? És nem, mint ahogy sokan félnek a folyamatot, csak Kleopátra vezetni? Szívesen fogadtuk, hogy Octavianus nővérével egybekelt, habár a házasság nem gyengítették rajongását Kleopátra felé. Kicsit sem, de elég a pletykából, továbbra is hű leszek magához és tervéhez. Csibade. Nem elég, hogy salátát neveznek el róla, még ez is. Hát látod. Látok, Istog, ő az, aki megalapította az asszaszinok fő ellenséget. Levél Marcus Antoniustól. Rufio, kérlek légy nagyobb tisztelettel, mikor Kleopátrával levelezel, vagy talán emlékeztetnem kell téged rá, hogy ő Egyiptom királynia, és tisztelettel kell lenned felé? Miért ékelem, hogy próbálod Cézár rendjét behozni erre a misztikus földre? De nem tűröm, hogy nyíltan ellenszegülj. Mostantól kérlek, minden levelezést először nekem küldj el, hogy felülvizsgálhassam azokat. Marcus Antonius. Elvileg ott a vízbe van lót. Azt kell megnézni, hogy ezen a hajókon mi van. Hát ahogy látom, a nagy semmi. Jó, tehát akkor le kell ugranunk a vízbe. Ha mindkettő békét akar, akkor miért harcolnak? Hát az egyikük így, a másikuk úgy akar béket. Azt az nem fér nekik össze. Hát úgy néz ki, hogy súlyokkal ledobták őket. Na. A nagyobb jó. Most, hogy Rufio halott, Gamilat átveheti a hatalmat sínai felett. Mehet amúgy. Aztán van még melléküldünk, amit így lehetne csinálni. Hát ez gyorsabban ment, mint gondoltam. Sarekruti! Jó. Jó, srácok. Átmegyünk nappalra. Menő a Rucia még mindig álljának. Nyugtunk lesz, amíg a romaiak nem küldenek megint egy generális. Soha nem lesz vége. Van egy fontosabb problémájuk, mint az ősi rend. Gamilat ott istenítik az emberek. I've spoken to the villagers. There have been many such massacres. Tehát azt mondta Aya. In each, Gamilat sends his rebels to provoke the Romans. Hogy Gamilat elküldi a lázadóit provokálni. Lázadók a falusiak között bujkálnak. Many villagers are slaughtered in the fight. Jól sejtettem. Jól sejtettem, hogy Gamilat valami fő gonosz lesz. Tehát ő volt az áruló. Ő volt az, aki a rejtettek poziát is kiadta. His plan was to cause a slaughter, to recruit more rebels.
lázadás szított, hogy még több lázadó emberre legyen. He is a friend. Recall that Cleopatra was more. Cleopatra is több volt, mint egy barát. Yet I trusted her too well. You helped me see my mistake. Ajaj, hozzáért. Hát akkor engedelmeskedni kell. He and I must talk. Kövesd Amunetet a lázadók táborába. Már megint? Is he leading the rebellion for personal power? I don't think so. I believe he wants the rebellion to succeed so badly that he is blind to the cost. He genuinely sees the villagers as martyrs. De itt van egy, itt van egy filakitáj. Srácok. Hát ez hanyas ez a filákitáj. 45-ös. Nem fogunk vele harcolni. Megvárjuk, amíg elmegy. És soha nem voltam itt. Nyomod. De jó! De jó! De jó! Milyen jó, hogy mehetne a küldetés, de itt van egy filakitány. És már akkor mehetek küldi? Let's keep moving. And the tactic has been successful. He will certainly use it when the Romans send another general. Legalább a filakitáj nem jött ide. Most akkor meghalt mindenki? Na, úgy néz ki, hogy most már meghalt mindenki. Nyomod, asszony. Azt most milyen rohadt jó asszaszinos Rucia van Ayának. Tele ármennyi a csalással és korrupcióval, ilyen a Róma. Tökéletes város egy rejtetnek. I expected you to talk about the wine. The wine is very good. A bor nagyon jó, egyszer látogass, megadok majd egy kis kóstolót. És a borból is. Might do that. It is ahead. He will be surrounded by his rebels. Ah, they see him as a god. We cannot challenge him in front of them. Mutasd át a lázadók táborát Gamilát hollétével kapcsolatban. Na nézzük. A hegyek 5 őrtornyának ellátó útvonalait biztosítani kell. A romaiak az utóbbi időben agresszívebbek voltak. Awful young, aren't you? Come here, play soldier, have a laugh. I have no reason to laugh. Sure, it is all very serious. Why are you here then? Gyert, srácok! Hol a vezetőtök? Az oázis közelében vadászik. Na, akkor azt fogjuk csinálni, hogy megöljük, és azt mondjuk, hogy egy skorpió volt. Egy kígyó volt. I will go speak to Gamilat. You stay here. Keep the rebels away. Fight well. Remélem láttátok, hogy mi van ott Ayának a lába között. Egy ilyen AC-jel. Nekem is van ilyenem egyébként. Azaz már nincsen.
Na menjünk. Goa oázis. Most így beragadtunk itt, vagy mi történik? Igen, meg lesz a 45-ös szín. Vajon mit fog csinálni Bayek velem? Bayek! Bayek, mi ez az egész? What is this about? You have been provoking. Miszállásokat provokáltál, sok ártatlan falusi halt meg. Felfedtem a rómaiak kegyetlenségét, azok a mártírok sok harcost inspiráltak a harcok folytatására. Mártírok? Mit számít pár falusi élete, ha azért harcolunk, hogy mindenki szambat legyen? Pár falusi élete? Nem volt más választásuk. Bayek, ne légy nevetséges, ugyanazon az oldalon harcolunk. Nem. Itt csak harcolunk. Legyen hát. Te leszel a végső mártír. Az komoly. This gives me no pleasure. Srácok, nem tudok fegyvert cserélni, pedig kellene. But my shield is the strongest in all the Sinai. Nema. You have become a force for the cause. You are done for. Ja, hát akkor felmegyek a tűzön, tehát hogy így mit lehet csinálni? Mi ez a hülyeség? Na, és akkor most lehet fegyvert cserélni, szerintetek? Hát... Your blows will glance off this shield! Ez a mechanika brutál mód. Brutál mód kiégetős. Hú-hú! Fú-hú-hú! Ez bele!
Miért? Miért kellett ez bele, srácok? Miért? Miért? De miért? Mondjátok, miért kellett? This gives me no pleasure. Let's end it once and for all. You have become a torch for the cause. You cannot harm me now. Most meg lejön. You have become a torch for the cause. I built the rebellion from nothing. Most beleállítanám a monitorba a kontrollert. You will be the ultimate martyr. You cannot harm me now. Mi ez a bugyuta mechanika, srácok? Ez a kard megoldás lesz. Hát igen, ugye ő nem akar leesni. Nyomj a te... Nehogy lelök ki! Ez közel volt. Aha, elhitted. Ez... De ez mi volt? Ez hülyeség. Ez hülyeség, srácok. Tehát, hogy elszúrt a feje fölött. Most meg beszorított. You have become a torch for the cause. De... Tehát tegnap én is megszenvedtem vele, az a vicc, hogy ő mindenképp lelők, de te őt nem tudod. Hát igen. Tehát, hogy... Látjátok, ilyen hülye helyzetbe is beadja azt, hogy hátraesik a karakterem. Felkiáltál magyarítás, srácok. Ha érdekel, hogy hogy játszom magyarul.
Both must be balanced on this scale. It is now my heart. Most a szívem fog egyensúlyozni Anubis mérlegén. Szíved túl erősen vert az ügyért. Az ártatlanokat mindig meg kell védeni. My ardor shone like sun in my eyes, blinding me. Helyesen cselekedtem, azt mondja nekünk Gamilat. Elfogadja a halálát. You have done right by me. Túlságosan heves volt. I accept his death. Ettől a naptól fogva egyetlen rejtett sem emeli kardját az ártatlanokra, ezt kőbe kell vésni. Találj békét az alvilágban. A rejtettek az idő végéig létezzenek. Wow! Ez mennyire jól néz ki, basszus. Ez brutál jó. Nyomom is hát a screenshotokat itt, srácok. Hú, én is megszenvedtem vele, aztán lenyíl aztán egy bóvóhely magul. Az komoly elbaj. Is now dead. And the story lives on in the warriors of the Sinai. Haga, nő. A million tyrants. Vele kezdődött egyébként. A történetmondóval. A verselővel. The great Gamilat. Hú, ez a Gamilat fight, ez nagyon idegesítő volt, srácok. Ez a mechanika, hogy le tud lökni, ez borzalmas volt. De igazából csak türelmesnek kell lenni, mert simán lehet számolni. Simán lehet számolni, tehát üt, dodzsolsz, kikerülöd, üt, azt el lehet táncolni. Is to our favor. Gamilat's death serves a higher cause. No more senseless martyrs. Nincs több értelmetlen mártír. Ja, főleg, hogy ő nem zuhanhatott le. De az nagy szerencse volt, hogy itt a végén az alsó platformon harcoltunk. Valószínűleg amúgy az a taktika, hogy le kell csalogatni az alsó platformra. Na, miért rendeltél, Slayer? Milyen monitorod lesz? Tanainkat át kell adnunk a felesküdteknek, így az igazi hitvallást fogják tanulni. A rejtetek elindulnak majd Petra és Júdia felé, és mindörökké a hitvallásnak túl kell élnie mindenkit. Senki nem lehet hatalmasabb, mint a csoport. Mikor visszatérek Rómába, nem hősökről. Hanem fegyelemről és kitartásról fogok mesélni. Amunet a testvériség mentora. Az akaratunk sosem nyugszik. Spengéink soha nem fáradnak. Ja. Szomorú, hogy ők szétváltak.
meg vagyunk. Hol tartunk? Hát nyomsas vége a DLC fősztoriának. Ahogy haladsz előre a játékban, lehet majd találni Rare és Legendary amuletet? Igen. Ja. Ez tök jó rész volt. Ez tetszett nekem is. Vadászi. Könnyű íj. Na, kaptunk egy könnyű íjat. Réíja az a neve. 44-es. És íget, wow! Hogy tetszett? Nagyon jó volt. Nekem nagyon tetszett, srácok. Mi ez, hogy víziló töltet? Fúj! Hát igen, szomorú volt, hogy... Ugye megint láttuk együtt Bajekot és Áját. És hát ugye már nincsenek együtt. Ájának sok volt a gyerkőc halála. A szarkon már 2 hete eltűnt, ő az árnyék, aki megfigyeli a kőfejtőt. És most az árnyék mégis elveszett. Sokat a római, ahova ment. Kár lenne elveszíteni őt, mert lelkes volt. Város DLC még ennél is jobb lesz? Na, kíváncsi leszek rá. Azt is nyomjuk majd. Azt is nyomjuk majd mindenféleképp. Oké, és... Az éjszakai járny. És feladatunk, hogy ide lejöjjünk. Tényleg azt megnézem már, hogy mit mondanak a fáraós DLC-re, hogy az hány óra. Aha. Na, a Hidden West azt mondják, hogy 4 óra a main story, 8 óra kimaxolni, és 16 és fél óra kimaxolni a Curse of the Pharaoh-t, és 9 óra a main story-a. Na, ez amúgy király. Örülök neki, hogy a fáraós DLC az hosszabb. Hát, ha így kalkulálunk, akkor bőven lesz időnk álcézni a Pókember megjelenése előtt. Hát a bőven nem, de simán tudunk még mellé küldiket csinálni. Simán tudunk még mellé küldiket csinálni így a játékban. Van pár nyom. Ezek a ketrecek kicsik. Gyerekeknek készültek? Jézusom! Ilyenkor mit lehet csinálni? De ez micsoda? Ez micsoda? Bele kell ugrani a vízbe? Vagy ez most micsoda? Tehát, hogy elkezdődött max HP-n a karakterem égése. És így nem ért véget. Aha, tehát akkor olyan monitorod lesz, mint nekem, csak nem lehet állítani a magasságát, aha. Hát figyelj, ez egy olyan dolog, hogyha van... Vezama untja, akkor tök mindegy, hogy milyen a talpa, Slayer. Tehát, hogy... Állványon tudod állítani.
a vezemountos monitorokat, szóval... Van közebe víz, akkor bele kell ugrani. Aha. De mást akkor ezek szerint nagyon nem lehet csinálni. Hajót feldúlták. A ketrecek a gyerekeknek készültek. Egy törött rejtett pajzs oszorkon itt járt. Oszorkon merre vagy? Szegény gyermek. Ott egy cica szobor. Bukfencezés még segíthet? Azt hogy kell csinálni? Csak így előre tudok vetődni. Ezek a ketrecek gyermekeknek, ez szörnyű. Ezek ketrecek a gyermekeknek, ez szörnyű. Egy halott kereskedő és halott rómaiak, aki eltette lábbalól ezeket a rómaiakat, rendesen ki volt képezve. Biztos egy rejtett volt. Kereskedőt kirabolták, érdekes. Többször nyomod a kitérést, akkor egy bukfencet is vett. Nekem nem. Nekem csak így vetődik. Ó, látom. Ah, tehát háromszor nyomom meg. Aha. Köszi, Jamsas. Drága istenek, Nabateus gyermekeket adnak el a kőfejtőnek rabszolgaként. Ezeket az ártatlan lelkeket a föld alatt tartják fogva a kőfejtőben. Oda kell mennem. Nabateusok eladva a Klisma kőfejtőben. Rabszolga főkönyve a sínai rendnek. Sínai, igen, rendnek. Gyuja család, 6 fiú a Tó templom papjainak. Sitamun család, 2 lány, Takito szolgáló lányai. Árvák, 12 kőfejtői munkások. Elszállítani a Klisma kőfejtő föld alatti előőrséhez. Érd el az eltűnt rejtettet a Klisma kőfejtő barlangjába. Ott szerintem mi már voltunk. I am szezámmagos. Ja, itt már voltunk, srácok. A Sokan must be held here. Precura la mente! We will rip your lips off. My lips are sealed. You're everything. Unlike you myrmidons, the oath has taken us. Send me to Stuart. I knew you would come. Tudta, hogy el fogok jönni. De várjál, ott van még egy katona. Itt meg egy kis loot. Valaki kirabolta ezt a római raktárat. A bátor tolvaj? Ezekkel láncolták le a gyerekeket. Istenek! Claudius, tegnap rájöttem, hogy az ellátmányunk egy része eltűnt az éjszaka folyamán. Ez már másodjára történt. Hogy lehetséges ez a legnagyobb erőfeszítéseink ellenére? A munkások lopnak tőlünk a szemünk előtt. Ha kiderül, hogy ez a helyzet, mindannyian egy kereszten fogunk sínylődni. Figyelj, értesítsd a többieket, duplázd meg az éjjeli őrséget, ha szükséges. El kell kapnunk a tolvajokat, mielőtt Takito rájön erre. Takito már nem jön rá semmire. Jó, mindjárt segítek. A loot az első, ne haragudj. Látunk. És nekem jön kétszer is.
Meddig futunk még? Kábenet? Azt mondta, hogy Kábenet. Hát ezek az egyiptomiak tudtak valamit. You must be the great Bayek. Understand? Én vagyok a nagy Bayek. Investigated the docks and found a woman liberating. Egy nő gyerekeket szabadít ki. A liberator's behind the pillaging. Felszabadít el a fosztogató mögött. Shakila. Shakira. De jó. And strikes with incredible swiftness. Hát Shakira Kábenettel. She has found safety with the children in a courtyard between the bureau and the quarry. Tehát el kell érni Shakirát. Az a küldetésnek a neve, hogy Shakira felemelkedése. A rómaiak elfogtak egy rejtett. Igen, igen, igen. Hát ezt olvastuk, ugye? Ő micsoda ott? Visszatért a gyilkos árnyék. Ezek a gyerekek imádni fognak téged. Én csak a fény szolgája vagyok. Értem. Már csak 40 méterre van Shakira. Let your hearts be still, children. Fáraós DLC előtt jó, ha csinálsz egy mentőségeben, volt egy olyan bug, hogy a legelső fáraós main story küldi, bebugol, és nem lehet elkezdeni a sztorit, mert nem emlékszem, hogy ezt fixálták. Köszi az infót. Köszi, köszi, nyamsas. You are so brave, Shakira. Annyira bátor vagy, Shakira. You are Iset. Tehát, hogy ez... Ezt miért gondolták, hogy ez jó? Miért gondolták, hogy ez jó stílus? Hogy ez micsoda? VTF? VTF? Amorére nem engedem, hogy ezek a centúriók elvigyenek titeket erről a földről, mint valami holmi zsák. I cannot wait to eat a good meal. Soon, my darlings. Soon. Soon. You are stealing for the workers in the quarry. If you wish to arrest me, you will have to rip my heart out before I take chains on. Eh, do not worry. But your ways may lead to Roman reprisal. You are védelmezni próbál, de kárt okoz a cselekedeteivel. Nick, I am not to blame for their oppression. Nem én telt, nem ő telt az elnyomásról, ő felszabadító. Te hozod létre az elnyomást. A szabadságot meg kell teremteni. A férjét keresztre feszítette, Takito. Takito. Öld meg az összes romait, Matt. Now earn. I will show you how nothing stops me. Az igen, túlélte. Matt, Team Matt. Egyiptomiaknak volt ilyen hajviseletük, de miért? Tehát, hogy miért? Ez praktikus volt, hogy miért csinálták ezt? Where are you going? I'll stay no longer. I will draw the other Romans away from these innocents. There are no more. There will always be more. Not if you join us. I do not understand what you ask of me. You fight well. A warrior of your kind is rare. Gyere, legyél te is rejtett, és akkor jó lesz. Nem csatlakozik semmilyen szektához. And do not abide by the rules of false oracles and tyrants. You are a chosen one. You are a chosen one. Akkor ő Anakin lesz. I work for good. Anakini. I want to help heal our lands. Shakilat, I'm sure you have the car of the hidden one. But how can I trust us? Hogy bízhatnék meg egy ismeretlenben? Csak magamba bízom.
I only trust myself. We have the same. Ugyanazért harcolunk. Csak el kell döntened, azt szeretnéd, ha csak pár embernek segítenél, vagy az összesnek. Look me in the eyes and tell me there will be no more hate, no more war, no more men in chains. These are all broken by our creed. Your creed. And if I do choose to give myself to it, to believe it, what mit kell tennie, hogy belépjen az Assassin's Creed-be? Ugrania kell. Hát, hogy... How do we proceed? Így, nézd, ezt kell csinálni. Tehát, ha hinni akarsz, ugrani kell. Aztán azért, mert jó pár régi mint jó pár régi frizudra esetén kevesebb helyen tudtak megmaradni a bogarak, tehát meg. Aha. That was incredible. Azt hittem meg fog halni. You are reborn as a hidden one. Mint egy rejtett újszületett újjá. We have a bureau. Van egy irodánk és egy szertartás, amivel be fogunk avatni. I will enter the shadows. Na. Welcome to the Brotherhood. Tök jó. A DLC sidequestek jobban ki vannak dolgozva, mint az alapjátékban. Hát, azt nem tudom. Tetszenek a DLC sidequestek. Egyediek ezek a sidequestek. És iszonyatosan sok XP-t adnak. Hasd lenyomva az RB-t egy könnyű támadás után, hogy végrehajts egy lökés-támadás kombót. De lehet... hát... nem is tudom. Íj örjöngés. Na ez például tök jó lenne. Vadász ösztön. Lélegzett visszatartás. Tűzbomba. Altató nyílt. Dobd el ezt a nyilat alacsonyabb rangú ellenfelekbe, vagy állatokba, hogy elaltasd őket. És elsólalass mellettük észrevétlenül. Tessék. A holttest megmérgezés az így oké. Okay. Na, viszont ez a vadítás, ez tetszik. Tehát hullákat tudunk most megmérgezni. Jó, szillánkok egy csillagból, és akkor Tot tekercsét olvassuk el. Tot tekercsem. Tot tekercsem. Nut az égistennő köpött Nut. Az égistennő köpött egyet, és egy lángoló labda csapódott a földben. Égfém keményebb a keménynél. Két éles tőr formájába kovácsolva, tá a kézművesek istenétől. Tám megkérdezte Rét, hova rejtsem őket? A fény majd mutatja az utat, felelte Ré. És Ré adott neki egy tárolót a fényhez. Ott kristályát. Elvitte a kristályt Tot templomába, majd bezárta azt a gyökerekbe, mégpedig az életfájának gyökereibe, mely az ő templomában nőtt ki, így az arra méltatlan meg nem találhatja. Tot. Tot. Mondtam én, Tot. Tóth János, igen. Valójában ez egy, ismét egy mucsis spin-off. Barkácsolás elérhető. Mi manó? Eszköztáska. Ja, mert hogy ilyenünk eddig még nem volt, altató nyíl. Ja, ez újdonság. Van olyan funkció a játékon belül, hogyha például te level 20-as vagy, és csinálnál egy level 8-as sidequestet, akkor az ellenfeleket a te szintethez szukálázza, ez egy hasznos funkció. Ja, azt láttam, nyamsas.
Csak azt nem tudom, hogy ilyenkor a küldetés jutalmak is szintén skálázódnak-e. Ó, micsoda szütyőnk lett. Szevasz, Matyis, Matyi. Rituálét ad elő. Szerintem megvan. Ja, ezt láttam egyébként. Itt van, azt hiszem a... automata ellenség szint. Ja. Erre gondolsz, gondolom. Jaja. Ezt vágom. Bejegyzések Hérodotoszról. Megpróbáltam használni Hérodotosz ősi görög szövegét, hogy segítsen néhány kutatásomat. Úgy tűnik azonban, hogy Egyiptom történelme tele van félretájékoztatással és furcsa anekdotákkal. Például azt állítja, hogy itt Egyiptomban a nők állva vizelnek, a férfiak pedig kukolva. Igaz, ezt 400 évvel ezelőtt írta, de kételkednék abban, hogy a szokások megváltoztak azóta. De ez azt jelenti, hogy minden állítását el kell utasítani. Hát, ezt már olvastuk. A vizelési szokásokat. Arizonában egy obelisk mutatja az időt, a déli árnyék rám mutat, ahol a tengeri csillag rejtőzik. Hemset, ja. Tehát fa, gyökerek. Gyökeres fa. Is this the story Kristen of Dof? This shows the crystal of Dof on the pinnacle of the obelisk. Használd a tolt kristályát az obeliszken. Narsucha! Na nézzük csak, srácok. Erre kíváncsi leszek. Jimanju. Ah, the mirror reflects the light. Visszatükrözik a kristály fényét. Nem lehet a végtelenség forgatni őket. Aha. Na. Na. Jó. Le kellett venni a pókhálót, srácok. Hát ez nem tűnik jó piknek. És az?
nézzük, hogy ez jó választása. Lehet? Szerintem nem kell. Petita, Sisa. Ah, there, beneath the tree of life. Az élet fája alatt kinyílt az átjáró. Wow. I have never seen such swords. Sose látott még ilyesféle kardokat. And have not rusted in all the ages spent under this tree. És nem rozsdásodott el. This must be the treasure Thamos is searching for. Mi a helyzet, Benny? Na, a kígyó mindeneteket. Na hát, ez még mókás lenne, srácok. Ez mi volt? Lehet tudni. Még van! Fúj! Halál a kelgyókra. Micsoda dupla penge. Ez a kartforgatás, ez menő volt. Nagyon kell, jó? Hát ez nagyon. Na gyere! Mindjárt megnézzük ezeket a pengéket. Erőréskor. A egy legenda pengéi, ő ki használja erővel szívja el ellenségei lelkét. Menő. 404-es sebzés. Na. Lehet akkor egy küldetésünk megvan. Az a helyzet, hogy itt már nem fog többet mutatni a DLC, és ebből már azokat ugye... Már fel kell vennünk, meg kell keresnünk. Mikor tudunk fejleszteni? Aha. Aha. Bőrök kellenek. Nagyon-nagyon sok bőr kell nekünk. Ja. Nagyon sok bőr kell. Jó, hát küldetést itt már nem mutat. Persze a kérdőjelekhez lehet, hogy el kellene menni. Scarabeus árnyékai, holtak üvöltései. 16.49 van. Talán még ez a kettő küldetés belefél. És bízom benne, hogy ez az összes. Pa pa ra pa ra pa pa pa.
Jelzd újra, Thanos! Bájek! Bájek! Hát mit csinálsz? Szevasz, Bubon! Mégis nem baj. Akkor ez másik küldetés lesz. Melyek olyan nagy lendülettel ugrott. Ő egy leap of faith-et csinál, csak nem volt alatta semmi. És pont a muzsikus. A sötét hegyekbe, ó utazó, vigyázz magadra. A holtak fájdalommal teli üvöltései visszhangzanak. Tehát akkor a küldi. Sínai hegyei rejtik a holtak gyötrelemmel teli lelkeit. Nem hallottad? A régi nekropolis fent a hegyekben a holtak, akik nem léptek át a túlvilágra, kísértenek ott? De jól néz ki az ilyen hátamon, azt nézzétek. Voltak üvöltéseim, nyugtalanító hangok és tárgyak bukkannak fel nekropolis közelében. A jelenség megrémítette a lakosságot és azokat, akik szeretteiket szeretnék eltemetni. Bájek úgy határozott, hogy utána néz a dolognak. Mehetünk. Utcu neki, paripa, utcu neki! Yeah, yeah. Chocobo. Mármint Chocobo, igen. A Chocobo most már, hogy így ennyit emlegettem, be kell szerezni egy kis Chocobot, hogy illően zárjuk majd az AC streameket. Protect me and my poor wife. Ne kedvesebb iszet, védj meg engem és a feleségemet. Neb, do you need help? My wife is ready for her journey to the Hall of Anubis. But my knees quake with fear. What awaits me at the necropolis? Mi vár rá a nekropoliszban? Hallott történeteket, hogy a fiatalok haját fehéré változtatja. Én elviszem a felesége testét, hogyha szeretném. Nagyon hálás lenne, hogyha elvinném. Vidd a nő testét nyug helyére. Még a lovát is ellopom. Nagyon érdekes ez a sidequest? Na, kíváncsi leszek rá majd. Rossz előérzetem van, mondja Bayek. Milyen pokoli dolog ez? The stories of evil may be true. Na. De az AC2-ben játszottál? Aha. Játszottam és végig is játszottam. Nagyon-nagyon élveztem, nagyon tetszett. Szevasz, Zodiac, Mizu is. Vidd a nő testét a nyug helyére. Várjunk. Hmm?
Találd meg a hangok forrását. Egy titkos helységből jön. Hát azért bízom benne. Ezek holtak végtagjai, valaki megszegségteleníti a helyet. Azért bízom benne, hogy jó volt a... melóváltás. Ott van. Ott van. Ott van. Szét, ki mer megzavarni engem? Én Szet, a káosz istenének megtestülése vagyok. Ki szétszaggatja Osiris és testrészeit szétszórta szerte Egyiptomba. Te csak egy gyilkos vagy, aki megszentségteleníti a helyet. Mert olyan nincs gond, nagyon klafa. Azt hittem, hogy gondol vele. Öld meg, szét! Szétet! Tettünk bele mérget. Ó, Nut istennő, tisztelünk téged. Ó, ég úrnője, Tot ajándéka, aki minden reggel a napistennek ad életet, és ő vezet fel minket a létrán halálunkkor. Az égig. Osiris anyja, Szét anyja, ó, éljen. Durván fogalmaznak a hiba jegyekben. Na most akkor... Szerintetek ez egy isten volt? Akivel itt találkoztunk? Vagy csak valami gonosz? Igen, miután meghalt, még azért megmérgeztem, hátha. Bármi történt. Melyik AC-val játszok? Te sem ismered a Twitch-et, mert ott amúgy kírja. Telefonról is, meg gépről is ott kírja a cím alatt. Vagy AC Origins. A kedvenceim azok amúgy nekem is Zodiac, akik... csak magyar szavakat írnak ki egymás után, de amúgy értelme nincsen. Ott a sasos férfi. El kell mondanom a Scarabeus árnyékainak. Kell a fejpénz. Scarabeus árnyékai. Nem tettem semmit. Quiet down, boy. Be calm. Why are you saying such things? The bounty hunters looking for a man with an eagle. I will receive gold if I tell them. What bounty hunters? Fejvadászok. A Scarabeus árnyékai. The Scarab? Neck, little boy. I'm not the man you are looking for. That is no eagle. It is a pigeon. It is a very brave pigeon. Wait, are you lying? Elmondtam a fejvadászoknak, hogy hazudtál. I should find these shadows of the Scarab. A cím nem... Ja, a cím az nem lett átírva, hát az maradt. Az maradt a délelőtti. Igen, igen. Várjuk, a Scarabeus árnyékai, az északi árny és a déli árny. A bűn vadonjában leselkedik egy csoport fejvadász, akiket úgy ismernek a Scarabeus árnyékai. Hogy ez mit jelent? Bayek nem tudja, és hogy hogyan ölheti meg őket, szintúgy egy összetett feladat. Ezek a harcosok bárkit legyőznek pusztán nyers erővel. Talán nem csak a fejpénz miatt vannak itt? Ahogy kiderült az indítékuk, Bayeknek figyelembe kell vennie, mit is jelent rejtetnek lenni és milyen feladatokat kell ellátnia. Hát, srácok, akkor ez azt jelenti, hogy a küldetésünk megölni a déli árnyat és az északi árnyat. Jól értem, srácok?
Hát kitartást Zodiac egyébként. Kitartást ezekhez a feladatokhoz. Szevasz, szevasz, szféra karcoló. Igen, igen, Scarabeus árnyéka van a közelben. Hang on! Szehmet próbálja. I will bring your head to my master. OP. OP. Hát ez OP. Ez az égő kard, ez OP. Sobek fogait megkaptuk. És most mehetünk éjszakra. Szerintem oda. Kicsit offos kérdés. Diablo 2 Resurrected-ben azonnak tudsz esetleg valami jó buildet ajánlani, vagy valami holnapot? Annyi féle van, hogy nem tudok dönteni, melyik a tényleg használható. Én az Icy Veins-en nézegettem, Zodiac. Az a szívás a Diablo 2-ben, ami egyébként a jó is benne, hogy ilyen régi... Tehát, hogy 2022-ben már eléggé más, illetve régi mechanikákkal operál. Például az, hogy nehézségenként egyszer tudsz rezetelni. Igen. Szóval, ha nem tetszik a build, amit kiraktál, akkor végignyomod azzal a következő nehézségig. A Wolfheaden is vannak Diablo 2-es buildek? Na, azt nem tudtam. Hát amúgy talán azt érdemes csinálni, hogyha nem akarsz online-ba játszani, hogy offline-ba kinézel magadnak valami buildet, összerakod, nem tetszik, akkor meg lerezeteled save editorral. Hát csalás, nem csalás, 2022 van. Ezt lehet csinálni. Tudsz gyártani reset tokent, csak hellen kell menni. Na, ezt nem tudtam. Akkor visszaszívom. Konzola nehéz megoldani? Hát igen. Volt már AC2-ztél? Nem. De végig akarom játszani streambe. Osztorod! Who do you hunt for, huh? Tell me, or face your final breath. Érted? Ez mi volt? Harmincnégyes szintű karddal nyomtam. Haladj előre erővel, haladj előre életerősen. Minden sírkamrát felforgatunk, amíg meg nem találjuk. Nincs olyan fényes fény, mely megvilágítja a sötétséget. Az élet nem folytatódhat, ha ez az ösvény nem találja meg Szehmetet. A sivatagban fogok várni, délre a türkiz földtől, ahol a hegyek és a homok találkoznak. A dűnék között ott fogok várni. Hozzá nekem a sast hordozó férfit, Bajek fejét.
Their leader is camped in the southern desert of the Sinai. És van egy vezetőjük. Aki ott van. Ha elszúrtad a bildet, lehetett új karaktert csinálni. Ja. De mi az, hogy ez a nehézség? Az eredetiben egyáltalán nem lehetett rezetelni. Ja, ez újítás? Ezt nem tudom, Scott, hogy a reset token az ilyen Diablo 2 resurrected-es újdonság. Én a save file editort tudom mondani egyébként offline-ban. Mikor szeretnél AC2 streamet? Nem tudom. Nem tudom, Dávid. Ha szeretnék, majd látni fogod a menetrendben. De... sok játék van. Sok játék van. Ezután az AC, után AC Odysseyzni szeretnék majd. De az a majd, ez azt jelenti, hogy valamikor majd a jövőben. Nem tudom mikor. Amúgy ezt meg kéne nézni. Táboruk a sínai sivatag déli részén található. Blood. Vér. Egy véres csata zajlott itt. Bloody battle took place here. Sivatag déli részén. Most menjünk oda a hiénákhoz. Hova kell mennünk, srácok? Ti nem vágjátok esetleg? Basszus, pont. Aha, ide kellett jönni. Banditánk a csillámhomokba temetve. Ott, mint a Scarabeus. Ezek az eltemetett testek Taharkára emlékeztetnek. Befolyása még mindig a világon van. These bodies buried in the desert reminds me of Tahaka. His influence still lingers. Ja, az a Rise, az elég király játék. Elég király darálós játék, Scott. Ez nem egy átlagos bandita tábor. Egy tekercs, amit a Scarabeus árnyékainak írtak. Rám vadáztak? Szóval itt toboroznak árnyékot. Senki sincs itt. Sahmet szobra, a bosszú istennője. Benne van a Game Pass-ban a Rise. Ja, szóval Scott, az elég jó game. The trail is fresh. A nyom friss.
Lábnyomok. Mi az ott a távolban, a sivatagban? Vele harcoltunk. Kávébab. Akkor nem. Nem vagyok az ellenséget kávébab. Nem kell ezt tennünk. Tahaka. Bogz. Ez jó lesz, bogzolunk. And you, Magi, have aged poorly. Box. You have come to defend Tahaka's honor, but you forget, he never had any. My father was the great steward of Letopolis. Ő volt az, aki elásott minket. You are not the same as your father. For his honor. Őt hívták Scarabeusnak, az apját. No! No! Damn. Cursed. My family is cursed to die at your hands, Bayek. Your father did. But you do not have to. You are innocent. There is only darkness. You fight well. You have bred a fine group of warriors with your Shadows of the Scarab. Na gyere! Ha, akarsz még valamit, kávébab? Still winning. Just kill me. Go up. Kávébab. Nem kell ugyanazokat a hibákat elkövetned, mint apádnak. Milyen más lehetőségem van? Gyere, csatlakozz te is a rejtettekhez. Neked nem tetszik az ellenfél szinkronja? Ja, hát az Xboxos Game Pass az mindig rotál, Zodiac. Amikor lóra tudott ülni, már elkezdett minket kutatni. Ha megölsz, nem hoz megváltást. Végezz velem, győzz le engem, a létezésem amúgy is hiba volt. Mutatni akarok valamit. Gyere velem, kávébab. Vagy kebab. Engedd, hogy csatlakozzak apámhoz. Apád kivágta a nagyapád nyelvét, és elnyomta a népet. A családunkat nem választhatjuk meg. Ősként tiszteltük őt, mint egy vezér. Ne engedd, hogy a pletykán befolyásoljanak. Igaz, hogy sose akartam ölni. Rá lettem kényszerítve. Én is erre kényszerültem még régen. Értelem nélkül egy gyilkolás bűnök az istenek ellen. Mégis Maat megtanított nekem valamit. Semmi nem vagyok, ha nem becsülöm meg édesapámat. Akkor kérdezd meg tőlem, miért támogatott a gyerekgyilkosokat? Kérdezd meg, miért árult el téged? Mit kellett volna tennem? Semmi máson nem maradt. Csatlakozhatnál hozzánk? A rejtetekhez? Az árnyékból gyilkoló csoportodhoz? Többek vagyunk ennél. Kódexünk van. Nekem is volt családom, még a csoport előtt. Eladtam mindent, mert nem volt más választásom. És ha nem csatlakozok, akkor meghalsz. Akkor csak egy lehetőség marad. A sivatag a temetőm, vagy a megváltásod. Ezt akartam mutatni neked. Végtelen sivatag és hegyek. Hallod a szelet? A sivatag néha magához hív minket, most pedig válaszolni fogsz neki, vagy hagyod, hogy magával ragadjon? Az egész életem a bosszúról és a gyilkolásról szólt, de hiszek abban, amit mondtál nekem. Adj erőt, Maat! Felülmúlom
önmagam, hogy a hatalom és az ügy árnyéka leessek. Ki ez a Maat? Maat, hagyd el magad, és légy egy közülünk. Az igazságosság és a rend, valamint a törvény megtestesítője. Úgy lesz, elhagyom a nevemet és a családomat. Találni fogok egy újat, mint felszabadító a te oldaladon, Bayek. Alongside you, Bayek. Now. Mostantól te is rejtett vagy. És a beavatáshoz levágjuk a gyűrűs ujjadat. Bám, 47-es szint. Na, srácok. Hát kaptunk egy ilyet, hogy Sobek próbálja. Ugye a napi küldetés most rezetelt, így kedden 5 órakor. Sobek és Sehmet próbálja, ezeket lehetne csinálni. Majd egyszer, de nem most. De nem most. Az helyzet, srácok, hogy ezzel a küldetéssel, ezzel az utolsó küldetéssel, ha minden igaz, megcsináltuk az összes jelenleg elérhető mellékküldetést, ami itt a DLC területén van. Kérdőjelek ugyan maradtak, de ezeket a kérdőjeleket már csak a második DLC kijátszása után fogjuk majd megnézni. Úgy néz ki, hogy ez a DLC 2 streambe belefért, sajnos vagy nem sajnos. Végnyomtuk a mellékküldetéseket és a főküldetését is, úgyhogy legközelebb, azaz holnap délután belekezdünk a második DLC-be, a fáraó átkába. A fáraók átkába. Ez a terv. Ez a terv. Úgyhogy ennyi. Ennyi mára az AC, srácok. És a százalékokat illetően 4%-kal haladtunk, és hát azt hiszem 3 szintet léptünk. Ja, valahogy így. Én rendkívüli mód élveztem egyébként ezt a DLC-t, ezt a rejtettes DLC-t adta, főleg a vége cinematik, amikor ott találkozott Ájával, és összedugták a buksiukat, az tetszett, illetve az is, hogy még többet megtudhattunk az asszaszinok eredetéről. Tetszett, srácok. Úgyhogy holnap pedig új DLC, a fáraók átka, azt fogjuk nyomni, és március 18-ig ácézunk, tehát hogy 2 hetünk lesz, lehet, hogy jövő héten, meg azutáni héten már ritkulni fognak az AC streamek, de ameddig meg nem jelenik a pókember, addig akarok AC-zni, szóval mellékküldetések még bőven bele fognak férni, srácok. Még bőven bele fognak férni. Jó móka még mindig ez az Origins. Jó móka. Remélem, hogy nektek is tetszik ez a végigjátszás, így maga az alapjáték és a DLC-i. Jó lesz. Jó lesz a következő DLC, illetve még a mellékküldetések kimaxolása, valamint a kérdőjelek átnézése. Mert lehet, hogy azokat is majd csináljuk.